Ma egy kisfiú esetét hoztam el nektek, akit 1998-ban egy sötét alagútban öltek meg. A kisfiú gyilkossága a német bűnügyi történelem egyik legkegyetlenebb esete, ami a mai napig megoldatlan maradt. A törvényszéki bizonyítékok nagyon egyedi esetet mutatnak, hiszen a rendőrség megpróbálta a többi esettel összevetni ezeket a bizonyítékokat, hogy hátha valamelyik esethez hasonlítanak, rájöhetnek, hogy ki lehetett a gyilkos, vagy milyen sémát követ, de nem találtak megegyező bűnesetet. A német rendőrség annyira próbálkozott, hogy megoldja ezt az ügyet, hogy több ezer esetet nézett át, hát ha valamelyik ügy hasonlít erre az esetre, és talán megtalálják a gyilkost, vagy megtalálnak egy hasonló esetet, és akkor tudnak az alapján következtetni, hogy hol keressék a tettest. Nos, ez sikertelenül járt, pedig később a német rendőrség együttműködött az FBI-jal és az Europollal is. A mai részben Tristan Brubak esetét hoztam el nektek, egy 13 éves kisfiút, aki egyedül tartott hazafele, és egy sötét alagúton át próbálta levágni a hazafelé vezető utat, ahol sajnos megtámadták és kegyetlenül meggyilkolták. Az eset a mai napig megoldatlan. Üdv mindenkinek, sziasztok, a nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Mielőtt a gyilkosságra térnék, előtte szeretném bemutatni nektek a rövid előéletét ennek a fiúnak. Tristan Brubak 1984. október 3-án született Frankfurtban, Németországban. A szülei Iris és Bernd volt. Iris, az édesanyja, 1995-ben öngyilkos lett, elvileg drogfüggő volt. Az esetek többségében azt találtam, hogy a nő öngyilkos lett. Egyetlen helyen olvastam, hogy elvileg rákban halt meg, de sok cikk azt támasztja alá, hogy 1995-ben halt meg öngyilkosság miatt, és hogy drogfüggő volt. Nos, édesapja egyedül maradt a kisfiúval, az apának szembe kellett nézni a felesége elvesztésével, és azzal, hogy mostantól még többet kell dolgozni, hogy a kisfiút egyedül eltartsa. A kisfiú ezért nagyon sokat volt a nagymamájával is. Ő megtanult úgymond egyedül lenni, elég önálló volt, és szeretett az utcán sétálni, szerette nézni az embereket, és gyakran járt ki a vasútállomásra. Elvileg Iris, az édesanyja, azon a vasútállomáson lett öngyilkos, ahova a kisfiú később szeretett kijárni, és ott leülni egy padra, és nézni az embereket. Amúgy a kisfiú nagyon szerette az állatokat is, idegeneket is akár leszólított, hogy hadd simogassa meg a kutyájukat. Az iskolában visszahúzódónak, úgymond egy szürke kisegérnek tűnt, nem egy feltűnő jelenség, ugye nem egy életvidám, hiszen sajnos meghalt az édesanyja, az édesapja is keveset volt otthon, hiszen többet kellett dolgozni, hogy el tudja tartani a kisfiút. Az iskolában amúgy a tanárok szerették, azon kívül, hogy ilyen kis csendes volt, nagyon barátságos, kedves, viszont pár tinédzser diáktársa sokszor elvette az értékeit, és meg is verte Tristant. És mint már mondtam, hogy Tristan szeretett egy bizonyos vasútállomáson üldögélni. Nos, ide kapcsolódik az utolsó napja is a kisfiúnak. 1998. március 26-a csütörtök. Reggel Tristan bemegy az iskolába, de fájt a háta, ezért úgy döntött, hogy elmegy az orvoshoz. El is kérezkedett az iskolából, és a tanára el is engedte korábban Tristant. Ezért Tristan a szokásosnál előbb, azaz délután 13:30-kor elhagyta az iskolát, hogy orvoshoz menjen. Tristan egyik osztálytársa látta, hogy a fiú felszáll az iskola közelében egy buszra. Ez a busz egy pályaudvar fele hajtott. Afelé a pályaudvar felé, ahol Tristan sok időt szeretett tölteni, ahol egy padon ücsörgött. Tehát Tristan 13:30-kor hagyta el az iskolát. Valamivel később felszállt egy buszra. 2:45-3 között Boris, Tristan legjobb barátja, látta is Tristant a buszon. Majd 14:15 vagy 14:25 körül egy másik diáktárs látta Tristant az állomáson ülni a szokásos helyén. Tehát Tristan nem az orvoshoz ment, hanem a szokásos pályaudvari padjára, ahol az embereket nézegette. Viszont ez a nap más volt. Volt egy nő is, aki a kutyáját sétáltatta, és ő látta akkor Tristant, még Tristan meg is simogatta a
nő kutyáját, ahogy ez a fiútól szokásos, hogy akár idegeneknek is a kutyáját megsimogatta, hiszen nagyon szerette az állatokat. Szóval megsimogatta a nő kutyáját, a nő elment a kutyával, de visszanézett a nő, hogy ránézzen a fiúra, hogy minden rendben van-e, mert egy picit furcsa volt neki, hogy ott ül magában ez a kisfiú. És azt látta, hogy két idegen férfi leül mellé a padra. Kettő jóval idősebb férfi. Úgy ültek le, hogy Trisztán középen ült, tehát a két férfi közrefogta a fiút. Ekkor látta a nő utoljára Trisztánt. Ez az időpont 3 óra 20 perc, tehát fél 3 előtt látták már a padon ülni Trisztánt, a nő pedig 3 óra 20-kor látta a fiút, tehát majd egy órát ült Trisztán egyedül a padon. Tehát valószínű, hogy most sem az orvoshoz készült, hanem a parthoz akart kimenni, nézze az embereket, vagy esetleg várt valakire. Ezt nem lehet tudni, hogy ez egy megbeszélt találkozó volt ezzel a két férfival, vagy a két férfi úgymond lecsapott rá. Na de ez nem sokára kiderül, hogy nem biztos, hogy ezek a férfiak teljesen idegenek voltak Trisztán számára. Tehát valószínű, hogy Trisztán csak hazudta az orvost, hogy elmenjen, és erre a találkára ment el, hogy találkozzon az a két férfival. Tehát a nő 3 óra 20-kor, amikor visszanézett, akkor ott volt Trisztán a padon. 3 óra 20 és 3 óra 30 között mehetett Trisztán a Liederbach alagút felé. A Liederbach alagút egy vasúti felüljáró alatt található. Ezt a helyiek gyakran használták. Ez az alagút 100-140 méter közötti. Pontosan nem tudom, mert itt is több adatot találtam, de mondjuk az, hogy kb. 100 méter hosszú alagút. Ez egy egyenes szakasz. Akár el lehetne látni a végére is, viszont nem kivilágított, legalábbis 1998-ban nem volt kivilágítva ez az alagút. Tehát hiába állt meg valaki az észak és a déli oldalon, nem látták egymást, hiszen az alagút nem volt megvilágítva, pedig ez egy egyenes szakasz. Ez a későbbiekben is fontos, azért mondom el. Tehát ez a Liederbach alagút leginkább a helyiek számára használatos alagút volt, hiszen, mint mondtam már, egy sötét hely volt, csak egy szélesebb ösvény vezetett oda, leginkább, mint mondtam, a helyiek tudták, hogy ez az alagút ott van, és korábban azt hihették a rendőrök, hogy Trisztán csak azért használta ezt az alagutat, hogy levágja a hazafelé vezető utat. De a későbbiekben ezt megcáfolták, bizonyos nyomok. Tehát a déli oldalon odafele tarthatott, 3 óra 20 és 3 óra 30 között Trisztán. Amúgy ez az alagút körülbelül egy 5 perces sétát jelent. Trisztán az északi oldal fele lakott, tehát ezért is valószínűsítik, hogy erre fele akart hazamenni. És a nyomozók szerint igenis akivel találkozott, legalábbis az egyik férfi, az egy megbeszélt találka volt. Voltak Trisztán halála után olyan mendemondák, hogy Trisztán idősebb férfiak társaságát kereste intimitás céljából. Ezt én pontosan nem tudom alátámasztani, ezt csak elmondtam egy kiegészítő információként, ezért hiszik a rendőrök azt, hogy ez a találka is egy megbeszélt találka volt, nem egy véletlen találkozás. Az idősebb férfi alatt azt értem, hogy Trisztán 13 éves volt, az idősebb gyanúsított férfi, hiszen messziről látták, több szemtanú rakta össze a képet a gyanúsítottról, akire most előre annyit elárulok, hogy körülbelül 20 és 30 év közötti férfiról beszélünk. Tehát egy 20-30 év közötti férfiről találkozott egy 13 éves kisfiú, és számomra az is furcsa, hogy legalábbis nem ismerem azokat a módokat, hogy 1998-ban azért még nem az internet volt az uralkodó, és mégis ezek az idősebb férfiak már akkor is el tudták érni ezeket a fiatalabb fiúkat, valahogy be tudták úgymond cserkészni. És ez elég elborzasztó, hogy azóta már csak az internet már mindenkit elér, és ez csak még jobban fokozódott, és még több gyerek került veszélybe. Visszatérve az alagútra már csak annyit mondanék el, hogy hiába járkáltak ott az emberek, csak egy ilyen kitaposott ösvény, egy szélesebb ösvény vitt az alagúthoz, viszont még így is, hogy járkáltak ott emberek, azért elég bozótos volt, tehát nehezen lehetett rálátni magára az alagút bejáratára, és ezt azért mondom, mert valószínű maga a bejáratnál történhetett a Trisztán meggyilkolása. És most jön egy elég durva
részlet, amit tényleg csak azok hallgassanak meg, akik erre fel vannak készülve. Azért mondom el ennyire részletesen, azon kívül, hogy így történt, hogy bemutassam a kisfiú meggyilkolásának a brutalitását. Tehát később nevesítek rám, hogy miért mondtam el, ne hallgassátok meg, hogyha nagyon érzékenyek vagytok erre. Tehát a férfi elkezdte ütni a kisfiút az arcán, de nagyon erőszakos, nagyon durva ütések voltak ezek. Aztán a férfi elkezdte folytogatni Tristant, a fiú elájult, majd a férfi elvágta Tristan torkát, de úgy, hogy majdnem levágta a kisfiú fejét. Aztán a férfi hagyta, hogy a kisfiú elvérezzen ott a bejáratnál, majd fogta a kisfiút és bentebb húzta a sötétebb részre az alagútnak. Majd ott egy késsel bőrt és izomszövetet távolított el a kisfiú combjáról és fenekéről. Majd egy elég szakszerű vágással a kisfiú heréit is levágta. Itt hozzáteszem, hogy ezeket el tudja végezni, a kisfiú meztelen volt, és nagyon sok olyan jelentés érkezett, meg újságcikk, hogy a kisfiút meg is erőszakolták. De van egy csoport, akik a mai napig Tristan ügyével foglalkoznak, és ők azt mondják, hogy ők rendőrségi jelentéseket néztek át, vagy olyanokat állítanak a honlapjukon, amit a rendőrség ellenőrzött. Tehát ez a csoport azt állítja, hogy Tristant nem erőszakolták meg, hanem úgymond csak azért volt meztelen, hogy ezeket a szörnyűségeket elkövessék a késsel. A férfi ahelyett, hogy rögtön elhagyta volna a helyszínt, visszahúzta Tristanra a nadrágját. Majd a kisfiú kabátját úgy helyezte el a kisfiún, hogy a kabát takarja a fiú arcát. A kisfiú cipőjét pedig a fiú combjára és csípőjére helyezte. Ezzel próbálta elrejteni a férfi a kisfiún okozott vágásokat. Még vissza is sétált a bejárathoz, hogy megszerezze Tristan egyik elhagyott cipőjét, valószínűleg amikor vonszolta be az élettelen testet, akkor csúsztatott le a fiúról a cipő. Tehát még azért is visszament az alagúthoz, hogy visszavigye a sötétbe, ahol a kisfiú holtestet fekszik, és a fiún elhelyezte ezt a cipőt. Nos, hogy ezeket miért tette? Elvileg van egy undoing, törvényszéki kifejezés, ami azt rejti magában, hogy a gyilkos megpróbál úgy tenni, mintha ezek a dolgok meg sem történtek volna. Tehát, hogyha elrejtem a vágásokat, azok nem is történtek meg. Ezt nem nagyon tudom pontosan, hogy miért teszik. Tehát lehet, hogy egy olyan állapotba kerülnek ezek alatt, a gyilkosságok alatt az elkövetők, hogy nincsenek úgymond eszüknél, és amikor végre észhez térnek a gyilkosságok után, akkor próbálnak minden nyomot eltüntetni, azért, mert még ők se fogják fel, hogy ők mit tettek, vagy nem tudom, hogy miért, milyen érzelmi állapotban történik ez. Lényeg az, hogy van egy ilyen, hogy undoing, és ekkor próbálják elrejteni azokat a nyomokat, amit ők maguk tettek. Nos, a cipőt is elhelyezte, a másikat is Tristanon, majd a férfi elhagyta a helyszínt. Viszont a bejáratnál még ott volt Tristannak a hátizsákja. A férfi fogta a benne lévő könyveket, és elkezdte kipakolni a hátizsákból. A férfi keze véres volt, és ahogy pakolta ki a tankönyveket, egy új lenyomatot is hagyott az egyik tankönyve. A másik jegyzett füzetbe pedig az egyik kést törölte bele, és az is hagyott egy nyomot ezen a jegyzett füzeten. Ezek a jegyzett füzetek és tankönyvek, ezek mind ott maradtak a bejáratnál, viszont a hátizsák eltűnt. Nagyon arra gondol a rendőrség, azt feltételezi, hogy ebbe szállította a levágott testrészeket az elkövető. És ha még emlékeztek, most hogy mi történt ez alatt az északi oldalon, emlékezhettek, hogy 3 óra 20 és 3 óra 30 perc körül volt az, amikor Tristan elindult a déli pályaudvar felé az ismeretlen férfival. Igen, azt eddig kihagytam, hogy két férfi ült le elvileg Tristan mellé, de azt állítják, hogy csak egy férfival ment a déli oldal fele, és ott történt a gyilkosság. Nos, ugyanebben az időben az északi oldalon, tehát 3 óra 30-kor, 3 kisfiú játszott egy játszótéren, és úgy gondolták, hogy ők pedig pont az északi oldalról használják az alagutat egy összekötőként, ugye, hogy elérjenek a pályaudvarhoz. Ahogy bementek az alagútba, pár métert tettek, és a túloldalt látták, hogy egy férfi hajol valami fölé.
de csak a férfi sziluettjét látták. Azt se tudták, hogy mifelé hajol, de nekik nagyon ijesztő volt ez az egész, úgyhogy a három fiú inkább nem ment be az alagútba, hanem inkább megkerülték az alagutat, és egy másik útvonalon mentek a pályaudvarhoz. Tehát ők is szemtanúkká váltak, bár ők akkor még nem tudták, hogy mit látnak. Az elkövetőnek amúgy körülbelül 15-20 perc kellett ahhoz, hogy megölje Tristánt, ott kiterítse, elvégezze a vágásokat, és utána még letakarja a fiút, hogy elrejtse úgymond, amit ő tett. Tehát, hogyha 3:30 körül, 3:30 körül ment az alagútba Tristán, akkor 3:45 körül már végzett is a fiúval. És tehát 3:45 körül végzett a gyilkos, elhagyta a helyszínt, 4 óra körül pedig két gyerek próbált átmenni a déli alagút felől, a másik irányba, ugye az északi irány felé, amikor is felfedezték Tristan holttestét. A két fiú nagyon megijedt, gyorsan elrohant, hogy egy felnőttet riasztanak. A felnőtt nem hitt, vagy nem tudta pontosan, hogy mi történhetett, amit a két gyerek mesélt neki, ezért ő úgy döntött, a felnőtt, hogy ő is oda megy, és megnézi, hogy miről van szó. Ezért, mivel a gyerekek 4-kor vették észre a holttestet, és mire találtak egy felnőttet, aki oda ment megnézni, hogy mi történt, és mire értesítették a rendőrséget, eltelt egy óra hosszat, tehát a rendőrség csak délután 5-kor lett értesítve. A rendőrség a kiérkezéskor megtalálta ugye a jegyzetfüzetet és a könyvet, amiben a gyilkos hagyta az ujj lenyomatát és a késnek a lenyomatát, amivel törölte ugye a gyilkos a véres kést. A kés nem lett meg, és a levágott testrészek sem kerültek elő. A férfit amúgy többen látták, legalábbis több szemtanú volt, aki abban az időben ott volt, és sokan ugyan olyasmi férfit írtak le, hasonló kinézetű férfit, ezért ezt a férfit kezdték el keresni. Ez a férfi 20 és 30 közötti fehér férfi volt, aki a haját lófarokban hordta. A férfin volt egy jellegzetes vágás a szája fölött, ez vagy egy seb, vagy egy heg volt, de erre a hegre többen is emlékeznek. Úgyhogy ez nagyon jellegzetes és nagy is lehetett, hogyha ennyire megjegyezték az emberek. Ezt a fantomképet, ezt a vázlatot megosztották világszerte, de mégsem jártak eredménnyel. Annyi bizonyos, hogy ezt a lófarkas férfit először egy 12 éves kislány látta a gyilkosság napján az alagúton átsétálni. Arra emlékszik, hogy a bozót mögül jött ki, kalapot hordott, és lófarokban volt a férfinak a haja. Volt egy ügyvéd is, aki azt állította, hogy a gyilkosság után egy héttel bement hozzá egy lófarkas férfi, heg volt a szája fölött, és azt mondta, hogy egy hete jött ki a börtönből, és már is elkövetett egy szörnyű tettet. Ez az ügyvéd átirányította ezt a férfit egy másik ügyvédi irodához, akik büntetőjogi ügyekkel foglalkoznak, de a férfi ott már nem jelent meg. Nos, ezt a szállat is gondolom, hogy a rendőrség megvizsgálta, hogy abban az időszakban kitengettek ki pont a börtönből, aki hasonlóan néz ki. Hiszen a hosszú hajat nem tudta volna egy hét alatt megnöveszteni a férfi, tehát valószínű ugye hosszú hajúként került ki a börtönből, és heggel a szája fölött. Valószínűleg ennek utána jártak, nem tudom, erről nem találtam infót, hogy a rendőrség ezt megnézte, és ha igen, akkor járt-e sikerrel, vagy volt-e valaki gyanús. Mindegy is, az ügyvéd azt mondta, hogy járt nála ez a férfi. Tristannak volt egy magántanára is, és ő a vázlat alapján, ez a fantomkép alapján úgy emlékezett, hogy Tristánt többször is látta egy hasonló külsejű férfival. Egy héttel a meggyilkolás előtt is feltűnt ez a férfi Tristán közelében. És mint már mondtam utoljára, valószínű az a kutyát sétáltató nő látta Tristánt élve, aki ugye a vasúti pályaudvaron találkozott a fiúval, de az a nő egy teljesen más leírást adott arról a férfiról, vagy férfiakról, akik Tristán mellé ültek, amikor ugye hátra nézett utoljára a fiúra, és akkor ült le mellé két férfi. Nos, ezt a két férfi teljesen máshogy írta le, mint a fantomkép. Úgyhogy csak az a furcsa, hogy mindenki látta ezt a lófarkas férfit, meg Tristán közelében is látták, de pont a gyilkosság utolsó perceiben nem ezt a férfit látták, hanem teljesen más két férfival látta az a nő Tristánt. Az a három kisfiú, aki
át akart menni a játszótérről a vasúti pályaudvar felé. Most ők a férfit nem látták, csak a sziluettjét. Ez csak azért volt fontos, hogy időrendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy ők mikor akartak átmenni. Tehát itt az időpontok miatt volt lényeg, hogy ők látták a tettest, de csak ugye a sziluettjét, tehát ők nem tudták volna elmondani, hogy volt-e lófarka vagy nem. Ők csak az időpont miatt voltak fontosak. Amúgy, mint már mondtam, mind a két oldalt, ugye nappal volt, tehát volt természetes fény, de belül nem. És maga az, amit a szörnyűség, amit tett a gyilkos még bent az alagútban, azt körülbelül a bejárattal 27 méterre történt, tehát ott már szinte teljes sötétség volt. Frankfurtnak több külvárosi része van, kettő volt, ami érintett volt ebben a gyilkosságban a helyszín miatt. 1998-ban történt a gyilkosság, 2002-ben kezdte meg a nagy új lenyomatvételi akcióját a rendőrség, elkezdte a minden 15 és 45 év közötti férfi új lenyomatát levenni. Mindazoktól, akik ebben a két érintett külvárosi részen laktak, és mindazoktól is elkezdték levenni az új lenyomatokat, akik 1998. március 26-a környékén, akik ingáztak, és ezt a pályaudvart használták, ahol Tristan sokat üldögélt a padon. 2014-re a férfiak 90-valahány százalékától már le tudták venni az új lenyomatot, viszont még ezzel sem járt sikerrel a rendőrség. Ami nehezítette viszont a rendőrség dolgát, azok a hamis bejelentések vagy félrevezetések. Volt egy amerikai nő, aki azt mondta, hogy ő neki német a férje, és hogy ő követte el ezeket a gyilkosságokat. Mint utólag kiderült, ez az egész nem igaz, nem a német férj követte el a gyilkosságokat, csak az amerikai nő pont vált a német férjtől, és nagyon hosszadalmas és úgymond kegyetlen válás volt, és a nő így akart bosszút állni a férjen, de ez nem sikerült, hiszen, mint kiderült, nem a férj tette ezeket a szörnyűségeket. Volt egy férfi, Manfred Steele, akit a nyomozóiroda, a férfi, azaz Manfred Steele halála után vádolta meg a férfit, hogy ő követte el annó a gyilkosságokat. Nos, ennek megvan a miértje. Amúgy ezt a gyanúsítást 2016. május 19-én jelentették be, hogy valószínű Manfred Steele volt a tettes. Na de hogy miért? Steele 2014-ben halt meg, 67 évesen. A férfi látszólag teljesen hétköznapi életet élt, évtizedekig egy munkahelyen volt, átlagos, de nagyon megbecsült életet élt, úgymond. Családot alapított, egy munkahelye volt sokáig, egy jazzzenekarnak volt a tagja, a helyi közösségi életben is részt vett, és mindenki szerette ezt a férfit. Nos, a halála után azonban minden megváltozott, hiszen a férfinak volt hagyatéka, és nem is akármilyen hagyatéka. A férfi halála után kiderült, hogy van egy raktár, ami tele volt a férfi cuccaival, és ezek között a holmik között a rokonok találtak emberi maradványokat és naplókat. Ezekben a naplókban gyilkosságoknak a leírásai, az elgondolásai, a vázlatai voltak benne. Tehát hogyan ölne meg bizonyos embereket, vagy esetleg, hogy hogyan ölt meg embereket. A rendőrség biztos abban, hogy Manfred Steele 1971 és 2004 között legalább 5, de akár 9 nőt is meggyilkolhatott. Ezek a nők szexmunkások, drogfüggők, vagy valamilyen mentális betegségben szenvedő nők voltak. Steele-t elsősorban azért gyanúsított a rendőrség, mert Tristan meggyilkolása idején Steele és Tristan is közeli környéken éltek. Viszont ami miatt a rendőrség elvetette azt, hogy Steele lenne a gyilkos, az, hogy azon kívül, hogy nem volt elég bizonyíték Steele ellen, a másik az, hogy Steele-nek nem illett bele a profiljába Tristan, hiszen Steele a nőket ölte, a felnőtt nőket ölte, Tristan meg ugye egy 13 éves fiú volt. Ami közös volt, hogy Steele is megcsonkította az áldozatait. Steele szexuális szadizmus jeleit mutatta, hiszen
több nőnek a nemi szervét vágta le és őrizte meg ebben a raktárban. Viszont 2017. októberében a rendőrség bejelentette, hogy Szilt tovább nem gyanúsítják Trisztán meggyilkolásával, hiszen csak az egyezik, hogy ugye a környéken élt abban az időpontban, és hogy ő is vágott le nemi szerveket, de több nem köt össze őt ezzel a gyilkossággal. Tehát Manfred Szilt is elvetették, mint lehetséges gyanúsított. 1998. április 7-én szintén befutott egy hívás a rendőrségre, egy férfi azt állította, hogy ő ölte meg Trisztánt. Ott várja őket, azon a pályaudvaron, ahol ugye Trisztánt utoljára látták, de mire a rendőrség kijött, már senki nem volt a pályaudvaron. Nos, nem lehet tudni, hogy valaki csak ezzel szórakozott, vagy tényleg a gyilkos volt, csak megijedt, meggondolta magát, és elment, mire a rendőrség kijött volna. Erre sem derült fény. Egy nyomot még talált a rendőrség, 1999-ben találták meg Trisztán hátizsákját egy erdőben, a gyilkosság helyszínétől 25 kilométerre. Testrészek nem voltak benne, sem a gyilkos eszköz, de volt benne egy cseh térkép. Na most a térkép nem lehetett Trisztáné, Trisztán nem tudott cseh nyelven, és nem is kellett volna neki cseh térkép, nem akart, senki nem tudott volna arról, hogy ő el akar szökni, és akkor sem cseh nyelven vesz egy térképet. Tehát lényeg az, hogy nem Trisztához tartozott ez a térkép. Na most akkor kiterjesztették ezt a nyomozást Csehországra és Szlovákiára, de ez sem hozott eredményt. A környéken abban az időben cseh munkások dolgoztak, hiszen vasúti sineket építettek az Intercity Express vonatok számára, tehát a munkásokat is próbálták átvizsgálni, de ott sem jártak eredménnyel. Tehát minden, amit találtak nyom, az nem vezetett sehova, legalábbis a mai napig nem vezetett sehova, hiszen a technológia fejlődik, és a nemrégi videómban is bemutattam nektek egy esetet, amit több évtized után tudtak megoldani, hiszen az akkori technológiával nem tudták kideríteni, de a mai technológiával pillanatok alatt kiderítették, hogy ki a tettes. Ezt az ügyet is belinkelem a videó alá, és ha gondoljátok, akkor megnézhetitek azt az ügyet is. Trisztán esetében ezek a nyomok még nem derültek ki, nem hoztak eredményt, de ami késik, nem múlik. És miért mondom ezt? Hiszen a németeknél nincs olyan, hogy egy ügy elévül. Nos, a családot nem csak ez az egy szörnyűség érte Trisztánnal kapcsolatban, hanem még a gyilkosság után is történt egy szörnyű eset. Nos, 1999. október 7-éről 8-ára virradó éjszaka egy ismeretlen ember elment Trisztán sírjához, és kiszedte a virágokat, azokat szépen elhelyezte a sír mellé, és elkezdte Trisztán sírját kiásni. 1,2-1,3 méter mélyre jutott, egy ponyvát terített le, és arra ásta ezt a földet. Maga a koporsói nem jutott el, ez az ismeretlen, hiszen valószínű megzavarták, ezért elmenekült. Azt se tudni, hogy egy vagy több ember követte el ezt a vandalizmust, a Trisztán sírjának a meggyalázását. Ami még szörnyűbb, hogy pont másnap ment ki Trisztán nagymamája a sírhoz, és ő találta meg unokájának ezt a nyitott sírját. Mondhatni szerencsére legalább a koporsóig nem jutottak el. Azt a rendőrség nem tudja, hogy ezek csak vandálok voltak, vagy esetleg maga a gyilkos, aki be akarta fejezni még a Trisztánon, amit annak idején nem sikerült, mert lehet, hogy annak idején is az alagútban megzavarták, nem lehet tudni, és azt sem lehet tudni, hogy nem a gyilkos jött vissza, hogy Trisztánon még valamit elkövessen, vagy úgymond csak a vandálok. A lényeg az, hogy másnap a nagymama találta meg az unokájának, a szörnyű tettel megölt unokájának a nyitott koporsóját. Trisztán születésnapja október 3-án volt, tehát pár nappal a Trisztán születésnapja után történt ez, és kb. Másfél évvel a gyilkosság után. Volt egy hasonló sírnak a meggyalázásának az ügye is ebben az időben,
szintén 1998-ban megöltek egy Márkusz nevű fiút, férfit, az ő ügyét nem tudom, csak azt a fiút, férfit 1998 márciusában ölték meg, és annak a sírját is megpróbálták kiásni, ott se jártak sikerrel. Az a furcsa, hogy amúgy Márkusz gyilkosait viszont elítélték, tehát valószínű, hogy Tristan Hossam a gyilkossal jött vissza, és ásta ki a sírt, hanem az is lehet, hogy meggyilkolt fiúk sírjait akarták valami sátánisták kiásni, vagy valami mentális betegséggel küzdő. Nem lehet sajnos tudni, spekulációk vannak, én ebben nem akarok belemenni, de mindkettő sír van, olyan fiú vagy férfi volt, akit 1998 márciusában öltek meg Németországban. Nos, ráadásul a sírrel kapcsolatban még annyi információ van, hogy Németországban bizonyos évekig, Hessenben, ahová a fiút is eltemették, most abban a megyében a 20 évig őrzi meg a köztemetőkben az állam a sírt. Utána, ha a családtagok nem fizetnek, akkor a kopjafát eltávolítják, és újra eladják, vagy újra úgymond hasznosítják azt a földterületet, tehát másnak a sírját helyezik oda. Mivel 2015-ben 59 évesen halt meg Tristan édesapja, és 2018-ban járt le ez a 20 év, utána kellett volna a rokonoknak már fizetni, hogy megtarthassák Tristánnak a sírhelyét. Viszont a rokonoknak erre nem volt pénzük, úgyhogy Tristán sírhelyét úgymond újra felhasználták, már más temettek oda. Viszont van egy csoport, aki a mai napig nem hagyja, hogy Tristán ügye elfelejtődjön. Van Facebook csoportjuk, különböző oldalaik, ahol erről az ügyről lehet olvasni, ahol van fantomkép, és mint már mondtam az elején, ezeket az infókat elvileg a rendőrség is leellenőrizte, tehát nem valótlant állítanak. A lényeg az, hogy ez a csoport még pénzt is gyűjtött, és 2018. március 26-án a Tristan meggyilkolásának 20. évfordulóján állítottak egy emlékkövet egy fa alatt, ami látótávolságra van Tristan eredeti sírhelyétől, és így Tristannak az emléke ott a temetőben örökre megmarad. Ezen felül a frankfurti rendőrség 15 ezer euró nyomra vezetői díjat ajánlott fel, egy magánember még plusz 5 ezer eurót hozzárakott ehhez az összeghez, tehát 20 ezer eurós nyomra vezetői díj van a mai napig érvényben. Volt egy 80 ezer eurós ajánlat is, egy nyomra vezetői díj, de ennek volt egy időkorlátja, ami 2016-ban lejárt, de ez a 20 ezer eurós nyomra vezetői díj még él. A keresett személy leírása körülbelül 175 cm magas, 1998-ban körülbelül 20-30 éves volt, ápolatlan megjelenésű, sápadt arcú, karcsú, mondhatni sovány testalkatú férfi, heg volt a felső ajkán, és sötét szőke, zsíros haja volt, a haját pedig lófarokban hordta. A rendőrség mindig is azt gyanította, hogy olyan férfi ölte meg Tristant, aki a környéken élt. Ez a csoport is, aki Tristan ügyével a mai napig foglalkozik, azt állítja, hogy az lehetett a gyilkos, akit ugye a fantomképeken látni, hiszen ezt a férfit többször is látták a gyilkosság előtt is, meg aznap is, a környéken, az alagút környékén, és azért az elég feltűnő egy cofos férfi, egy nagy heggel a szája fölött. Abban is bíznak, hogy ugye a technológia fejlődik, és az 1998-ban talált nyomok előbb-utóbb már eleget lesznek ahhoz, hogy kiderítsék, hogy ki volt Tristan gyilkosa. És mint már mondtam, Németországban a gyilkosságnak nincs elévülése. Tristan sírja már nincs meg, de van egy emlékkő, amit Tristan számára állítottak. Sajnos az édesapa is már meghalt 59 évesen, 2015-ben, és hogyha már meg is oldják ezt az ügyet, ő már, sajnos erről ugye már nem tudhat, de nagyon sokan dolgoznak még a mai napig azért, hogy ez az ügy megoldódjon, hogy kiderüljön az igazság, hogy Tristannak igazságot szerezzenek, és hogy Tristan békében nyughasson.
Gondolkoztam azon, hogy minden részletet elmondjak-e, hiszen egy 13 éves fiúról beszélünk, és hogy elég lett volna az, hogy azt mondom, hogy megkéselték. Azért mondtam el ezeket a részleteket, mert a brutalitásnak is vannak különböző mértékei. Ezért is figyelmeztetek mostantól mindenkit már az elején, hogy most jönnek a durvább részek, ha olyan nem is felkészülve, akkor ne nézze meg. Mint azt is elmondtam az elején, ez 1998-ban történt, és nagyon valószínű, hogy férfival kezdeményezett valamilyen kapcsolatot. Az is lehet, hogy mivel az édesanyja pont pár éve, 95-ben halt meg, vagy se lett öngyilkos, Tristan csak egy felkavat érzelmi állapotban volt, és valamilyen úgymond szeretetet keresett, és ezek az idősebb férfiak úgymond levadázták Tristant, ráéreztek arra, hogy ez egy kicsit elveszett fiú, hiszen ez a fiú szeretett az utcán sétálni, nézni az embereket. Valószínű kiszúrták ezt az idősebb férfiak Tristant, és így meg tudták közelíteni Tristant. Nem tudom pontosan, hogy történt. A lényeg az, hogyha ez a videó legalább arra felhívja a figyelmeket, hogy még jobban figyelni kell arra, hogy a gyerekek mire használják az internetet, hiszen egyre nagyobb teret kapnak ezek az úgymond bűnöldözők is ahhoz, hogy a gyerekeket megközelítsék. Biztos vagyok benne, hogy akik gyereket nevelnek, figyelnek, csak legyetek még óvatosabbak, amennyire csak tudtok. Nem sokára jönnek hasonló tartalmak, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, vigyázzatok magatokra és egymásra. Remélem a következő részben találkozunk, addig is sziasztok!